A mezőny egyetlen veretlen csapadaként fogadta az Éllovas Kisvárda 9. fordulóban a 4. helyezett Szolnokot. Az első félidőben a hazaiak domináltak, amit a hét elvégzett szögletük is jelzett. Ehhez képest a 43. percben a vendégek szerezték meg a vezetést egy baloldali beadás után, Katona fejese a jobb alsó sarokban kötött ki. Szünet után gyorsan egyenlítettek a hazaiak, az 50. percben Misis jobboldali szögletét oltán fejelte a kapuba. 6 perc múlva már vezetett a Kisvárda, Horváth Zoltánt rántották le a 16-oson belül, a megítélt büntetőt pedig a sértett értékesítette. A 81. percben már ismét egyenlő volt az állás, Tóth László lépett ki a védők között, és jobb külsővel elpörgette a labdát Molnár kapus mellett. A folytatásban a Kisvárda ment előre, hogy megszerezze a győztes gólt, de ez a Szolnoknak sikerült, a 90. percben olasz bombázott a hazai kapuba. A Kisvárda így ebben a naptári évben először kapott ki hazai pályán, ami egyben azt is jelentette, hogy a 10. fordulóban elveszette veretlenségét Kondás Elemér együttese. Első fél évben folyamatosan nyomtuk az ellenfelet, és mégis a semmiből rúgtak egy gólt, de aztán másik fél elején megfordítottuk a mérkőzés állását. Úgy nézett ki, hogy megvan a mérkőzés, kellett volna még egy gólra, de itt a végén érthetetlen módon olyan hibákat követtünk el, amikből az ellenfél egyenlíteni, majd meg tudta nyerni a mérkőzést. A vendégek edzője érthetően örült az utolsó percben megszerzett 3 pontnak. A mérkőzés előtt találtuk volna az 1 pontot is, úgy gondolom. Egy nagyon jó csapathoz érkeztünk, listavezető, legtöbb gólt szerezték a bajnokságba, ugyanakkor mi magunkról elmondhatjuk, hogy a legkevesebbet kaptuk. Most mondjuk a héten bepótoltuk ezeket a gólokat, ugye Cigánon is kaptunk 2-t, és most is. Úgy éreztem, hogy egy rugott gól semmiképpen se lehet elég, ez be is bizonyosodott, hiszen 5 perc alatt megfordította a hazai csapat a találkozót. De aztán a cseréknek köszönhetően úgy gondolom meg annak, hogy a csapatnak óriási lélektani ereje volt és tartása a tekintetben, hogy sikerült a találkozót megfordítani. Mindenképpen bravúros győzelem, szerintem nem sokan fognak innen elvinni pontokat, sőt még azt mondom pontot se, úgyhogy ez mindenképpen örömteli számunkra. A forduló további eredményei a következők: Cegléd-Győr 0-4, Moson-Magyaróvár-Nyíregyháza-Spartakusz 2-2, Grosics-Akadémia-Kazincz-Balszika 0-1, Siófok-Vác 0-2, Csákvár-Békéscseba 0-6, Zalaegerszeg-Budafok 2-2, Győr-Budaörs 1-2, Sopron-Dorog 1-2 és MTK-Budapest-Soroksár 5-2. A tabella élén az MTK Budapest áll 25 ponttal, megelőzve a 23 pontos Kisvárdát. A várdaiak a következő fordulóban Budafokon lépnek pályára.